Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Mai Kispálya című műsorunkban rendhagyó módon a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 1B osztályával képekben is foglalkozunk. Az első osztályban már eldőltek a fontos kérdések, így a 25. fordulóból azt a mérkőzést választottuk közvetítésünk tárgyául, amely a második vonal bajnoki címéről volt hivatott dönteni. Következzen a Traktérrel Köfém 2 fehér víz összecsapás. A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 1B osztályában a bajnoki címről dönthet a Track Trailer-e Fehér Víz összecsapás. Kék mezben a Track Trailer Köfém 2 SC csapata, fehér mezben, kék nadrágban pedig a Fehér Víz együttese. A Fehér Víz támad, jobbról balra a képernyőn. Nézzük a két csapat összeállítását. A Track Trailer együttesében a kapuban Bajkai Zoltán, mezőnyben kettessel Németh Péter, hármassal Mezősi Attila, négyessel Tóth József, ötössel Horváth Csaba, hetessel Mezősi Endre, nyolcassal Buda Márton, tízessel Bakonyi Zsolt, tizenegyessel Patkó Zsolt és tizennégyessel Szabó Tamás. A Fehér Víz kapujában Mák Csaba, előtte pedig hatossal Németh Attila, kilencessel Szamosi László, kettessel Osváth Róbert, 3-assal Lackó Dezső, 8-assal Tóth Zsolt, 11-essel Varga Csaba, 13-assal Barát Balázs, 4-essel Nagy Lajos és 10-essel Lejer Balázs. Buda teszi hátra a labdát. És azért dönthet ez a mai találkozó az első helyről, mert jelen pillanatban a tabellát a Fehér Víz vezeti 60 ponttal, a Traktérrel Köfém 2 pedig 59 ponttal a második helyen áll. Természetesen mind a két csapat és rajtuk kívül még két együttes feljut az első osztályba. De hát azért a presztízs, a bajnoki cím azért még itt az 1B-ben is nagy szó. A Fehér Víz eddig 24 mérkőzésből 20 győzelmet szerzett, és 4-szer szenvedett vereséget. A Track Trailer 24 meccsből 19 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség. Azonos arányban lőtték a gólokat a csapatok, a Fehér Víz eddig 115-ször, a Track 114-szer talált az ellenfelek hálójába, viszont a Fehér Víz jóval kevesebb gólt kapott, szám szerint 44-et, a Track 71-et. Barát. Az ígéretes támadásból nem igazán lett semmi, Tóth Zsoltnak volt hosszú a labda. Patkós. És helyesbítenem kell, mert 16-os számmal Bajkai nem a kapuban áll, hanem mezőnyben játszik. Eddig valamivel több mint 3 perc telt el a mérkőzésből gól nélkül. Szabó adta haza a labdát az imént, aztán most is ő kapja. A kapus is játékba avatkozik. Előre íveli a labdát. Ez egy jó csel volt Horváth Csabától, még mindig Horváth Csaba és Mák kapus vetődik ki, és veszi birtokba a játékszert. Egy előre vágott labda, különösebb veszély nélkül. Buda. Rossz helyre. Barát Barázs kísérte ki a labdát. Lackó adja haza. Aztán rögtön kapja is vissza kapusától. Lackó. Horváth támadja.
és hatékonyan, hiszen a Trák végezhet el bedobást. Patkós Zsolt érkezik, ő veszi kézbe a labdát, jól száll középre a labda, aztán egy Trák játékos fején, nem túl pontosan, a fehér vízhez kerül. Barát. Kényszerítőzni próbáltak Osváttal. Osvát 1-0-ra vezet a fehér víz. A hatodik percben megszerzi a vezetést tehát a tabella élén álló csapat. Osvát góljával 1-0 a fehér víz javára. A két csapat őszi idénybeli mérkőzésén a fehér víz meglepősen magabiztos játékkal 4-0 arányban győzte le a Track Trailert. Egy távoli lövés, Patkós próbálkozott, a labda azonban messze a kapu mellé szállt. Előnyben tehát a fehér víz, és jelen állás szerint ő a 2002-2003-as bajnok. Osvát. Lackó. Osvát ismét, ez egy szép csel volt. Fehér víz dobhat. Buda fejelte ki. Szabadrúgás a Trák javára. Patkós. Micsoda lövés és micsoda helyzet. Szabó Tamás vállalkozott lövésre a jobb szélről, és végig vánszorgott a labda a gólvonalon, a kapufát érintve. Marad azonban az 1-0-ás fehér vízvezetés. Szabó. Patkós, és aztán a kapus fogja a labdát. Barát. Jó a labda a túloldalra. Végül az oldalhádóban köt ki a labda. Horváth Csabát állították meg szabálytalanul. Csaba szabadrúgása legurítja, és aztán végül elakad a védőkben. Ha jól láttam, akkor Bajkai próbálkozott. Horváth bedobása, Mák kapus jön ki a kapujából, és üti ki a labdát az oldalvonalon kívülre. Túl Zsolt szerzett labdát, aztán Buda volt szabálytalan. Nemes egyszerűséggel felrúgta az ellenfél játékosát. Kirúgás. A 10. percben járunk már, egy távoli lövés Tóth Zsolttól. Védett azonban a kapus. Horváth. Horváth.
Megint egy távoli próbálkozás. Ez a labda elkerülte a kaput. Mák kirúgása. Visszafejlik a labdát Horváth Csaba. Lackó érkezett és állította meg a Trák akcióját. Szöglet. Ismételhetnek a kékmezesek. És most a szögletet bedobásra váltják. Patkó Zsolt érkezik. Kezében a labda. Most száll középre. Máknak kellett bizony figyelnie. De megszerezte végül a játékszert. Buda. A kapus terelgeti a labdát. Aztán előre íved, de rossz helyre. Bajkai ért bele. Támadhat a fehér víz. Osváth tette tovább egyből a labdát, de nem volt pontos a passz. Horváth. Lackó hozza el. Szabó adja haza, megzavarva ezzel a hálóőrt. A fehér víz jöhet ismét. Ki kellett halászni a labdát a palánk mögül. Barát kezében a labda. Most érkezik a bedobás, Osváth lő. Az első próbálkozás levágódik. Nem is Osváth volt, azt hiszem, hanem Lackó. Tóth. Bajkai próbált zavarni. Micsoda kapufa! Óriási helyzet ismét a fehér víz előtt. Tóth Zsolt veszélyeztetett középen. A kapufa azonban most a Trák segítségére sietett. Barát elől Buda rúgja el a labdát. Szamosi a bedobással. Barát bal lábbal kisodródva kissé a kapu mellélő. Továbbra is marad az 1-0-ás fehér víz vezetés akkor, amikor a 13. percben járunk. Bajkai. A Trák kapusa egészen a felező vonalig húzódik előre. A labdája elakad. Ezek a próbálkozások egyelőre nem vezetnek eredményre. Játékvezetői labda után a fehér víz játékosai sportszerűen visszaadják a játékszert a kékmezeseknek, és akkor ismét a Trák lendülhet támadásba. Egyenlőre a kékmezeseknél a labda, jól terelgetik azt. Ez sem rossz, Horváth. Már nem tudta visszahúzni. Varga. Szamosi vezette ki a labdát, Bajkai, aztán most már Buda. Nem volt rossz a lövés. Egy fél méterrel elkerülte azonban a fehér víz kapuját a labda.
előszeretettel játszanak a csapatok a levegőben. A kapusnak kellett figyelnie, Patkós volt határozatlan. Tóth. Aztán most már Osvát. Lövése a kapu mellé száll. Horváth Csaba fején csúszott meg a labda, ezért a Fejér Víz dobhat. Ez szép megoldás volt. Bajkaitól óriási védés. Máknak kellett tornáznia. Egy remek lövés nyomán. Bajkai. Horváth Csaba próbálkozott kapásból, Mák kiütötte a labdát, és aztán ismételhetett egy Trakk játékos ott a bal szélen, de az oldalhálóba lőtte a labdát. Marad tehát továbbra is az 1-0-ás Fejér Víz vezetés, és már a Trakk trélernek is akad bőven gólszerzési lehetősége. Horváth Csaba megint Máknak kellett fognia a labdát. Osvát az egyetlen gólszerzője. Dudával küzd. A kék mezeseké a labda. Varga indult volna meg. Szabó keresztezett. Újabb Fejér Víz bedobás, és aztán a kapus szabadít fel. Lackó. Osvát indul be. Veszélyt okozott a kapu előterében. Egy távoli lövés, kihasználva, hogy a kapus kint volt a kapujából. És két kapufa is egymás után. Hát az biztos, hogy a szerencsével sem áll hadilábon a Trakk. Egy támadáson belül két óriási kapufa. És így továbbra is 1-0 az eredmény a Fejér Víz javára. Ha jól láttam, akkor először Varga, aztán pedig Leier próbálkozott. Mind a ketten a kapufát találták el, igaz az egyik. A bal, a másik a jobb oldalit, aztán Buda veszélyeztet egy szép Trakk támadás után. Szöglet lett a dologból. Buda. Osvát. Tóth. Ez így veszélytelen. Buda. Jók a cselek, aztán a lövés sem rossz, azonban elakad. Egy fehérmezes védőben a labda. Horváth Csaba bedobása. Lackó sietett a kapus segítségére. Bajkai lépett közbe. A 20. percben járunk már.
Valamivel több mint 5 perc van hátra tehát az első fél időből. 1-0-ás Fehérvíz vezetésnél. Bajkai hazafejelte a labdát, aztán már is kapja a kidobást. Bajkai lő, irányt változtat a labda Lackón. És ez bizony akár be is akadhatott volna a kapustól, hiszen már elvetődött, de a játékszer végül elkerülte a kaput. Ez volt a szerencséje a fehérmezeseknek. Újabb szöglet, Horváth Csaba burítja le, aztán Duda egyből célba veszi a kaput. Lapos labdája azonban elsüvít a jobb kapufa mellett. Vannak helyzetek szép számmal, a játékosok azonban nem tudják ezeket igazán kihasználni. Mindössze egyszer sikerült mindez Osváthnak, aki éppen most kocog a labda után. Duda előzte meg a Fehérvíz játékosát. Szamosi, aztán most már Tóth. Osváth. Németh Péter kezében a labda. Osváth. Varga. A kapu mellé lő. Németh. A kapusának adja haza. Aki előre ível. Horváth Csaba dekázgat, de addig szösznötölt, amíg hátra érkezett Lejer Balázs, és felszabadított. Barát indul be, de nem kapja egyelőre a labdát. Bánhatja. Németh. Barát mellett tette tovább. Varga véd a kapus, és az ismétlést is hárítja. Marad az 1-0 a 23. percben. Tóth szöglete, illetve nem is Tóth az, hanem Barát, elnézést. Aztán most már Lejer, a kapufáról jön ki a labda, az ismétlés pedig már a kapusé. Lejer Balázs nemrég állt be a pályára, és igen aktív, már másodszor veszélyeztetett. Mák kapus húzza le a labdát a levegőből, a kékmezesek elől. Azonban mind hiába, hiszen szabadrúgáshoz jut a Track Trailer. Bajkai a labda mögött, két tagú a sorfal, elsuhan a labda mindenki mellett, és persze a ketrecet is elkerülte. Jól hozzák fel a labdát a Fehérvíz játékosai. Tóth volt az, aki végig cikázott a kékmezesek között, aztán Barát vette célba a kaput, de védett a kapus. Bedobás következik. Könyvelnie kellett a játékvezetőnek, akkor... És ott van a második Fehérvíz találat. 2-0-ra vezet a 24. percben a Fehérvíz. A gólszerző Tóth. Éppen azt mondtam volna, hogy emberhátrányba került a Track Trailer, de végül is nem került emberhátrányba, csak egyel kevesebb játékossal védekeztek, számítva a kipattanó labdára, és abból
indulási lehetőség gyanánt bulálkodott elől egy játékos. Kapufa! Majdnem sikerült 3-ra növelni a Fejér Víz előnyt, de ismét a kapufa állt a útját a labdának, már nem először a mérkőzésen. 2-0 tehát továbbra is az első félidő végén a Fejér Víz javára. Barát. Lejer. Barát egy szép mozdulattal vérszemet kapott. A Fejér Víz csapata. A játékosok nagy kedvel játszanak. Bevállalnak olyat is, amit talán máskor nem. És ez az első félidő eredménye, tehát Truck Trailer Fejér Víz 0-2. Osvát és Tóth góljaival. A második félidőt a Truck Trailer kezdi. 2-0-ás Fejér Víz vezetésnél. Mindenképpen rá kell kapcsolniuk a kékmezeseknek, hogyha a bajnoki címért versenyben szeretnének maradni még az utolsó fordulóban, hiszen jelen állás szerint a Fejér Víz már egy körrel a bajnokság vége előtt megnyerné a bajnokságot. És most már 3-0 az eredmény az első félidő első percében. Barát Balázs az, aki eredményes, és ezzel 3-0-ra alakítja a mérkőzés állását. Tehát ahelyett, hogy rákapcsolna a Truck, újabb gólt kap. Lejer. Aztán a másik 10-es számú játékos, Bakonyi Zsolt lopta el a labdát és próbálkozott. Védett azonban Mák kapus. Tóth. A labdaszerzés után Bakonyi indul meg. Bakonyi kapja vissza, lő, Mák véd. És aztán felszabadul a Fejér Víz kapuja. Bakonyi a labda helyett az ellenfél játékosának bokáját találta el, ezért jár a Fejér Víz szabadrúgása. Szépen tartotta a labdát Lejer, bevárta az érkező embert. Szöglet végül. Barát mellé. Három nullás Fejér Víz vezetés a 28. percben. Német. Egyébként akik az első osztályba való feljutással kacérkodnak, a Fészeképítők együttese, amely már biztos feljutó, és a Korall is ott van, negyedik helyen 41 ponttal, azonban ott még lehet változás, hiszen a Dekkabó az ötödik helyen 39 ponttal követi a Korall együttesét, így ott akár változás is lehet. És hogyha már számolgatunk, akkor azt is meg kell jegyezni, hogy még a Fészeképítők is lecsúszhat a dobókóról. Buda próbálkozott, szép akció volt, Mák azonban a helyén volt, vagy éppen a labda ment pont a kapu közepe felé. Bajkai. Bakonyi próbált leszakadni.
Fehér vízbedobás. Lejer. A kapusnak kellett védenie. Buda letette a labdát Bakuninak, aztán most már fölzárkóznak, visszazárkóznak a fehérmezesek. Német. Buda, ismét Bakonyi. Bedobás. Egy előre vágott labda, Német Péter szeridíti meg. Német. Pót. Rossz helyre. És Szabó azt hiszem egy kicsit elhamarkodta a lövést, hiszen nem zavarta őt senki. 31. perc, 3-0-ás fehér vízvezetés. Lejer. Barát. Egy pici szünet után marad a labda a fehér mezeseknél. Lackó vesztette el, aztán el is esik. Barát lépett közbe. Barát. Lejjer felé. Be középre, de elakad. Lackó visszaszerzi, aztán egy lövés távolról Tóth próbálkozott. A kapu fölé szállt a labda. Fehérvíz kirúgása tulajdonképpen nem jut el emberig, mármint fehérmezes emberig. Buda. Ez szép játék, Bajkai lőtt végül. Nem sokkal került el a kaput a labda. De továbbra is marad a 3-0-ás fehérvíz vezetés. Tóth csúsztatja meg, és a Trák kapusának kell közbeavatkoznia. Hosszú kidobás, és a kidobást bedobás követi, hiszen az oldalvonalon túlra pattogott a labda. Barát, aztán most már Osvát. Patkós lépett közbe. Bajkai. Tóth szerez labdát, és ebből lehet indulni. Barát. Hosszan előre. Tóth már ott volt az alapvonalnál, de magas volt a labda. Buda megy hátra a labdáért, aztán a kapusának játssza vissza. Bakonyi bedobása. Szöglet. Bakonyi érkezik, még mindig ott van előtte a labda, és aztán a kékmezesek dobhatnak. Buda kérte volna, nem kapja, a Horváth Csaba is érkezik, ő sem, a túloldalon a játékszer. Bajkai fejelt a kapu mellé, de úgy, hogy a kapust is érintette a labda. Így szöglet lett belőle, és megint csak szöglethez jut a Trák. Megint Mák kapusnak kell közbeavatkoznia. 34. perc, továbbra is 3-0 a fehér víz javára. Szépen fordult le Horváth őrzőjéről, de Mák Csaba ismét a helyén volt. Bajkai. Buda. Horváth.
Leier szerelte, és aztán eladja a labdát Leier. Bajkai gyorsan kinyújtózik a lelátóra, hogy begyűjtse a labdát, és aztán most már a Fehér Víz fordulhatott, de hosszúnak bizonyult a passz. Patkós fordult volna le. A kapus együtt élt a játékkal. A képhibáért elnézést kérünk. Patkós lő a kapu mellé. Track trailer szabadrúgás a mérkőzés 36. percében. A kaputól 9,5 méterre a labda. Buda lövi el. Gól! 1-3. Buda Márton vállalkozott lövésre a legurított labdából, és nem is tette rosszul, hiszen remekül találta el a labdát. A jobb kapufáról pattant. A játékszer végül a Fehér Víz hálójába. 36. percben szépít a Track. No, talán felcsillant egy icike-picike reménysugár a Track trailer játékosai számára. Patkós. Horváth fejelte le a lendületből érkező játékos elé a labdát. Buda azonban a kapu fölé lőtt. Mák kirúgása. Barát fejelte le. Érkezett Osvát. Egyből kellett lőnie. Bakonyit szerelik közben. Barát. Megpattan a labda, és ez meg becsapja a Track kapusát. A lábai között vánszorog át a gólvonalon a játékszer. 4-1 most már az eredmény. Mindez a 37. percben. Tehát egy perc telt el tulajdonképpen a Track szépítő találata után, és a Fehér Víz már is visszaállítja a 3 gólos előnyt. Barát a gólszerző. 1-4 az eredmény. Pontosabban 4-1 a Fehér Víz javára. Bakonyi. Ezzel így talán most már egyre biztosabbá válik a Fehér Víz bajnoki elsősége, bár azért még sok van hátra a mérkőzésből. Valamivel több mint 12 perc, és hát kis pályán ez idő alatt sok minden történhet. Tóth Zsolt a labda mögött, a szabadrúgásnál kéttagú a sorfal, legurított labda, és aztán Buda érkezik vissza, és állítja meg a labdát, és egyben a Fehér Víz akcióját. Szöglet. Osvát. Újabb. Nincs szöglet. Kirúgás következik. Úgy tűnt, mintha beleért volna egy kékmezes játékos a labdába. És aztán kapust cserél a Track trailer, pontosabban megpróbálják összpontosítani erejüket, és ezért egy mezőnyjátékos húz kapuskesztyűt és kapusmeszt, és minden bizonnyal arra játszanak majd, mint egy ilyen vészkapus formációban. A mezőnyjátékos is, a kapus is egyben. Előrébb húzódik, és ennek most majdnem a kárát látta a Track trailer, hiszen előre húzódott a kapus, megpróbált 6 emberrel támadni a Track, és majdnem a kapuban kötött ki a labda, egy labdavesztést követően. Továbbra is 4-1 az eredmény.
Bajkai öltötte magára egyéb iránt a kapuskesztyűt és a megkülönböztető felsőt. Ez de gyönyörű gól volt! Három labdaérintésből Horváth Csaba a gólszerző. Ezt nagyon szépen csinálták. Buda tette be középre, Horváth Csaba ott állt a kapufánál, és góllal fejezte be az akciót. A 40. percben felzárkózik a Trakk, 4-2 a Fehérvíz javára. Aztán egy kapufa a másik oldalon. Felpörögnek az események, azt hiszem, az idő múlásával. Bajkai. Szabó. Ismét egy eladott labda. Osváth. 5-2. Ugyanabban a percben, tehát a 40. pontosabban, most már a 41. percben járunk, tehát egy perc sem telt el a Trakk szépítő találata óta, és most már 5-2 az eredmény a Fehérvíz javára. Nem tudta tehát kihasználni a Trakk azt, hogy 6 emberrel támad, sőt, gólt kapott ebből. Német. Kapufa. Horváth Csaba próbálkozott. Német. Egészen hátra a kapusig. Bajkai. Német. Osváth érkezett és szerzett labdát. Osváth lő, ne távolról, mellé. Buda. Buda. Bakonyi. Bajkai. Bakonyi kapja vissza. Aztán ismét Bajkai. Bakonyi, egy távoli lövés, levágódik. Szöglet. Átszáll a fejek felett a labda. Bakonyi próbálkozott. Mák kirúgása. Marad a labda a Fehérvíznél, Tóth bedobása következik. Lejjert lökik meg. Horváth Csaba indul, Lejjer érkezik vissza, és szerel. Bajkai. Bakonyi. Buda. Bajkai. Buda. Osváth lépett közbe. Az az Osváth, aki 2 gólt szerzett eddig. Tóth. Rossz helyre. Lejjer mögé. Bajkai. Buda. Bajkai. Buda a bal szélen a vonal mellett, aztán Bajkai kapja vissza a felező vonalnál. Bakonyi. Jók a cselek. 5-3. Bakonyi a gólszerző. Egy remek Trakk akció után 5-3
az eredmény a Fejérvíz javára. A 45. percben járunk, 5 perc van tehát hátra a mérkőzésből, és ismét 2 gól a különbség a két csapat között. Bakonyi szépen lőtte ki a jobb alsó sarkot. Fejérvíz szabadrúgás. Lejer szépen pörgette át Buda mellett a labdát, aztán visszaért a Trakk játékosa. Pontosabban nem tett. A támadni kívánó játékos előtt egy újabb kapufa, már sokadik a mérkőzésen. Most a Fejérvíz előtt adódott lehetőség. Osváth lövése nyomán a kapufán csattant a labda. Buda. Bajkai. Buda. Szabó tette középre, de nem érkezett csapattárs. Marad az 5-3-as Fejérvíz vezetés. A 46. percben Bakonyi. A kapufa, valamint Mák kapus a labda végállomása. Németh Péter lövése után. Buda, Bajkai, Buda, Lejer érkezett vissza, és mentett szögletre. Buda Márton most bedobással próbálkozhat. Lackó lépett ki, Bakonyi, Bajkai. Bajkai még. Egy távoli lövés, de lecsúszott a lábáról. Így talán, hogyha 3 kaput tettek volna egymás fölé a mérkőzés előtt a játékosok, akkor a harmadikba beakadt volna ez a labda. Lejer. Németh vele szemben, Lejer még mindig. Németh megpróbálja kitolni, Lejer azonban lövéshez jut. A labda pedig elgurul a kapu mellett. A 48. percben járunk, 5-3-as Fejérvíz vezetés. Lejer, Tóth, és aztán végül a kapus szedi össze. Bakonyi fölé. Tóth Zsoltot futtatták a bal oldalon. A védők azonban kedvező pozícióban voltak. Horváth. Hátra a kapusnak. Járatják a labdát a kékmezesek, megpróbálják kiebb húzni a Fejérvíz védelmét, és az üres lyukakra bejátszani a labdát.
mérkőzés rendes játékidejének utolsó perce kezdődött meg, és egyre valószínűbb, hogy a Fejér Víz megnyeri a mérkőzést és ezzel az 1B-s bajnokságot. A hatoson kívül ért bele a labdába kézzel a kapus, ez egyértelmű sárga lap és egyben kétperces kiállítás. Tehát a találkozó végére megfogyatkozik a Track Thriller. Így a kapuba Buda Márton áll Bajkai helyére. Aztán mégsem visszatér az eredeti hálóőr. És akkor a mérkőzést talán egy Fejér Víz szabadrúgás zárja, hiszen már letelt a rendes játékidő is, néhány másodperc van hátra az 50. percből, de azért elképzelhető, hogy valamennyit hosszabbítanak a játékvezetők, figyelembe véve az átöltözéseket, a kapuscseréket. 5-3-as Fejér Víz vezetés tehát, és a fehérmezesek jutnak szögletrúgáshoz. Nem figyeltek, elcsúszott a labda Lackó talpa alatt, és abban elgurult. Német Tóth őrzi keményen, nem is tud elszakadni, le kellett adnia Bakonyi. Ő pedig belebonyolódott a cselekbe, kirúgta a labdát az oldalon kívülre. Osvát, fekszik a kapus, Osvát még, és Buda menti meg az újabb kapott góltól csapatát. Utolsó emberként szögletre ment. Az 52. percben járunk már. 5-3-as Fejér Víz vezetés, Osvát próbálkozik ismét, ezt most a kapus védte. És vége a mérkőzésnek. Tehát a Fejér Víz a 25. fordulóban egy körrel a bajnokság vége előtt elhódítja az 1B-s bajnoki címet, miután 5-3 arányban megveri legnagyobb riválisát, a Track Thriller Köfém 2 csapatát. Még egyszer a végeredmény, Track Thriller Fejér Víz 3-5, bajnok a Fejér Víz, második a Track Thriller a bajnokságban. Az 1B-ben tehát eldőlt a bajnoki cím sorsa. A folytatásban nézzük meg, mi történt az első osztályú csapatok küzdelem sorozatában. Elöljáróban annyit, hogy a már bajnok Szépházak az utolsó előtti fordulóban is megőrizte veretlenségét. A forduló nyitó mérkőzésén a Turul Line a Bádogossal találkozott. A kékmezes Turul rögtön a kezdés után letámadta ellenfelét, a helyzetek azonban rendre kimaradtak. A kezdeti nyomás túlélve feljavult a Bádogos, és fokozatosan átvette az irányítást. A szünetre sikerült is számszerű, két gólos előnyre szert tenni a zöldben játszó gárdának. A második játékrészben ismét a Turul lépett fel kezdeményezőben, a gyors kontrákra építő Bádogos átengedte a területet ellenfelének. Mindkét taktika eredményesnek bizonyult, a Turul ugyan egyszer minimálisra csökkentette hátrányát, a Bádogos azonban egy szöglet után bebiztosította győzelmét, 4-2-re felülmúlva a Turul lángárdáját. A MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Bretton RT mérkőzést a szép egyéni megoldások és a könnyedén eladott labdák jellemezték. Mivel mindkettőből adódott bőven, a helyzetek is megvoltak a csapatok számára, a kapusok azonban a 21. percig lehúzták a rolót a ketrecek előtt. Ekkor a Brettonnak sikerült kihasználni a sokadik helyzetét, egy gólos előnyt szerezve a második játékrészre. Fordulás után a csapatok egy ideig folytatták a helyzetkihagyó versenyt, melyet végül a MÁV tört meg egy visszafejelt labdából kiegyenlítve. A góltól lendületbe jött a feketében játszó csapat, és a hátralévő időben a maga javára fordította az állást. A MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Végül 3-1-re verte a Bretton RT-t. Második fél időben elkaptuk a fonalat, de egyébként szerintem az elsőben se játszottunk rosszul, csak a helyzetek kimaradtak. Igen, ez egyébként jellemző is volt, hiszen mindig oldalon elég sok zicser kimaradt. Rengeteg zicser kimaradt mindig egyébként. Nem tudom miért, de ez a csapat az annyi helyzetet ki tud hagyni, hogy az hihetetlen. Tehát néha a gólvonalról sem megy be. Mindkét gárda tartalékosan kezdte a klubfeca totálfut mérkőzést, ez azonban csak az utolsó helyzet totáljátékán látszott meg. A pirosmezes feca kedvére alakította ki helyzeteit, igaz, ebben ellenfelei segítségére volt több eladott labdával. Az első 25 percben 5 alkalommal talált be a klubfeca, melyre csak egyel tudtak válaszolni a kékfehérek. A második félidőben ott folytatták Almádiék, ahol az elsőben abbahagyták, újabb 5 góllal terhelték meg a totálfut hálóját.
A különbség akár nagyobb is lehetett volna, de a 9 gólos előny túlságosan is könnyen művé tette a Feca játékosait. A Total Foot mindeközben a kihagyhatatlant is kihagyta, így a klub Feca végül 10-1 arányban nyerte a derbit. Végre jó volt a csapat kedve, volt kedve mindenkinek játszani, sokkal motiváltabbak voltunk, mint a múlt héten. Ennek ellenére a második félben talán egy kicsit könnyedében is vettétek a játékot. Hát igen, amikor már 5-6 gól a csapat előnye, akkor azért lehet játszani, szórakozni, egy picit passzolgatni, egyet többet húzni, mint amennyit kellene, de nem volt gond így sem, úgy érzem. Úgy játszott, mintha bajnok esélyesként jutunk a pályára, kapkodtunk, idegeskedtünk, pedig már hetek óta, egy hetek ezelőtt kiestünk a bajnokságból sajnos. Ilyenkor kellene nyugodtan játszani, és próbálj tényleg a focit játszani, és elkezdünk kapkodni. A forduló rangadóján a bajnoki címet már korábban begyűjtő Szépházak ingatlan iroda a tavalyi győztes Bombonnal mérkőzött. A 8. percig jobbára a fehérmezes listavezető akarata érvényesült, ekkor azonban robbantott a Bombon. 7 perc leforgás alatt 3 gólt lőttek Molnárék, a Szépházak azonban ledolgozta hátrányát, így a szünetre 3-3-mal vonultak a csapatok. A második játékrész gyors gólváltással indult, majd az egyre élesedő küzdelemben inkább egymással, mint a labdával voltak elfoglalva a csapatok. Csucsánszki bombagóljával ismét a Bombon szerzett vezetést, az egygólos differencia sokáig tartotta magát. A lefújás előtti pillanatokig úgy tűnt, hogy a bajnok elveszíti veretlenségét, de egy szöglet után végül sikerült belőniük az egy pontot érő gólt, 5-5-ös döntetlenre mentve a mérkőzést. A tavasszal jól szereplő maratonsport a gólgazdag meccseket játszó Fevitával mérkőzött, így nem volt meglepő, hogy az első gólra mindössze 2 percet kellett várni. A vezető gól után nem sokkal az oldmezes maraton megduplázta előnyét, a Fevita ekkor még nem tudta belőni helyzeteit. A folytatásban is maradt a nagy iram, mindkét gárda hajtós, sokmozgásos játékot produkált. A Fevita egyre inkább fölénybe került, a szünetre sikerült is 3-2-re felzárkózniuk. A második játékrész elején már egyenlő volt az állás, és hogy ez végleg így is maradt, arról leginkább a Fevita támadói tehettek. Vetőjék rengeteg zicsert dolgoztak ki, azonban a maraton kapujában Sánta Tibor minden próbálkozást hárított, így a maratonsport Fevita találkozó 3-3-mal zárult. Amit tudtunk, megoldottunk. Azt a mérkőzésre el kell mondani, hogy a nagy riválisunk, mindig nagy mérkőzéseket szoktunk játszani a maratonsporttal, hát az most is bejött. Hát nem tudom, hogy a végére ez az egy pont mennyire lesz elég, hát reménykedünk, hogy a végén csak nem csúszik ki bele a feljutás vagy a bentmaradásnak a lehetősége. Érzem, hogy az elején rontottuk el, vagy szavaztottuk el a győzelmet, sajnos nem tudtunk eléggé koncentrálni, Szabó Zoli is megsérült a fél idő felénél körülbelül, és ez sajnos rávetette az árnyékát a támadó játékunkra. Két biztos kieső találkozott a Cooper SC Szita KKT mérkőzésen. A jó irányú meccsen a kékben játszó Cooper szerzett vezetést, azonban a Szita gyorsan fordított. A csapatok nem sokat törődtek a védekezéssel, így rengeteg veszélyes szituáció alakult ki a ketrecek előtt. A szünetben a Szita KKT fordulhatott 3-2-es előnnyel, és a második félidőben egy gyors gólváltás után tovább őrizte minimális vezetését a csapat. A meccs fordulópontja a 35. percben jött el, ekkor előbb egyenlített a Cooper, majd nem sokkal később már ők szereztek vezetést. A végére elfáradó Szita nem tudta ledolgozni egyre növekvő hátrányát, a Cooper SC végül 7-4-re nyerte a meccset. Kiesési rangadó volt, habár mind a két csapatnak szerintem már vége az egyes tagság, de próbálunk szépen búcsúzni, és ezt a meccset lehoztuk, és a következőt is reméljük, hogy le tudjuk hozni még. Megmondom őszintén, elfáradtunk, legalábbis én nagyon. Az egyik másik játékosunk sérült is volt, úgy vállalta a játékot. Hárman a többiek is megsérültek, ők el se tudtak jönni. Hát olyan 40 percig bírtuk, utána már végünk volt. A forduló előtti egyetlen, még szabad kieső helyre a Poyák BT-nek és a C plusz V Atlantis pubnak is volt esélye. A kékmezes C plusz V-nek már a döntetlen is a biztos bennmaradást jelentette volna, míg a Poyák BT csak is egy győzelemmel maradt volna versenyben. A nagy tét meglátszott a mérkőzésen, a 7. percre ugyan már mindkét oldalon született egy-egy gól, utána viszont egyik gárda sem tudott fölénybe kerülni. Kemény küzdelem zajlott a pályán, kevés igazán veszélyes helyzettel. A szünetre maradt az 1-1-es állás, a második félidő 5. percéig kellett várni a következő gólra, ekkor a Poyák került erőnybe. A C plusz V azonnal egyenlített, majd ugyanazzal a lendülettel a vezetést is megszerezte, és később sikerült is megtartani az előnyt. A kékek 4-3-as győzelme azt jelenti, hogy a Poyák BT az utolsó forduló eredményeitől függetlenül kiesett az első osztályból. Nézzük az első osztály 25. fordulójának eredményeit. Turulline Bádogos 2-4, MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Bretton RT 3-1, Total Food Klub Feca 1-10, Szépháza 94 ingatlan iroda Bombon 5-5, Maratonsport Fevita 3-3,
Szita KKT, Cooper SC 4-7 és Polyák BT, Csé plusz V Atlantis Pub 3-4. Az első osztályban a Szépháza 94 ingatlan iroda áll az élen 71 ponttal, második a Bombon 49, harmadik a Betton RT 42 ponttal, negyedik a MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft, ötödik a Klubfeca, mindkét csapat 38 pontos, hatodik a Maraton Sport, hetedik a Csé plusz V Atlantis Pub, nyolcadik a Turulline, kilencedik a Bádogos, mind a négy csapatnak 37 pontja van. A tizedik helyen a Fevita áll 34 ponttal, kieső helyeken 11. a Polyák BT 29, 12. a Cooper SC 26, 13. a Szita KKT 25 és 14. a Total Food 6 ponttal. Az 1B osztályban is a 25. fordulót rendezték az eredmények. Truck Trailer Köfén 2, Fejérvíz 3-5, Ságépítő RT Fészeképítők 3-2, Opsitos Más Tészta 4-4, VDA FC Chelsea 5-5, Airsub Alba Logistics Szép Hő Hungária Taxi 5-7, Zöldker 96 Kft. Deckebau 2-6, Placbau Veszprém Betom Koral 4-1. Az élen a Fejérvíz áll 63 ponttal, második a Truck Trailer Köfén 2, 59, harmadik a Fészeképítők 43, negyedik a Deckebau 42 ponttal, ötödik a Koral 41, hatodik a Más Tészta 36, hetedik az Airsub Alba Logistics Szép Hő 34 ponttal, nyolcadik a Placbau Veszprém Betom 36,